Űrhajós Vármegye, a nyíregyházi Kapu Tibor lehet a második magyar űrhajós, jövő év első felében bocsáthatják fel. Óvjuk a bőrünket. Magyarországon évente több mint 21 ezer hámsejt eredetű bőrrákot és 2500 melanómát diagnosztizálnak. Bővült a család, fekete-fehérvari ikerpár született a nyíregyházi állatparkban. Magyarország első űrhajósa után a második is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szülöttje. A nyíregyházi Kapu Tibor lett a Hunor magyar űrhajós program kiválasztottja. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Kutató űrhajós 35 perc című műsorunkban részletesen beszélt felkészítéséről és leendő feladatairól. Kapu Tibor ősztől kezdi meg az űrutazás specifikus feladatait a NASA-nál, felbocsátása pedig várhatóan jövő év első felében történik meg. Egy űrhajósnak azt is tudnia kell, hogyan küldjön szakszerűen füstjeleket, ha bajba kerül, és még sok-sok mindent fizikai és elméleti szinten egyaránt. A Hunor program 247 megfelelt pályázóból kiválasztott 4 űrhajós jelöltje rendkívül kemény felkészülésen van túl. Egy ideje pedig az is ismert, közülük ki mehet az űrbe a magyar űrhajós program keretében. A kiválasztott a nyíregyházi Kapu Tibor, aki így Magyarország második űrhajósa lehet. Kapu Tibor hétfőn 35 perc című műsorunk vendége volt. A kutató űrhajós elmondta, a hatalmas öröm a bejelentés óta tart nála, a bajtársiasság ugyanakkor benne is megszólalt. Az öröm mellett volt egy olyan érzés, hogy tényleg felszabadultam és is leesik a teher a vállamról. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy tavaly márciusban lettünk 4 kiválasztva, mint űrhajós jelöltek a kollégáimmal, és az elmúlt 14 hónapot, ahogy az előbb említettem, mi vállak vetve csináltuk végig, szinte minden percét együtt töltöttük. Botorság lenne azt mondani, hogy kollégák voltunk, igazából ez jóval inkább a bajtársiasság és akár inkább a család felé húzott. És mivel minden 4 egy pozícióra jelentkeztünk, amit csak egy ember érhetett el, ezért amikor a döntés megszületett, láttam az arcukon a letörtséget, ami rajtuk fellép, hiszen ők nem ülhetnek abban a székben, ahol most én ülök. És szerintem természetes, hogy egy ilyen közegben ennyi közös élmény után az ember nem maradéktanul boldog, hiszen hat rá az, amit a többiek éreznek, amit a társai éreznek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 26-án jelentette be, hogy Kapu Tibor lett a Hunor program győztese. 1980-ban ugyanezen a napon indult az űrbe Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, aki történetesen szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg, egész pontosan Gyulaháza szülöttje. Kapu Tibor szerint az egybeesés nem a véletlen műve. A szabolcsi levegőben van valami, ez most már teljesen biztos. Természetes, hogy nem a saját érdemeimet szeretném itt kihangsúlyozni, de azt valóban gondolom, hogy ez a víz, ez a föld, ez a levegő itt valamit tartogat magában, mert nagyon-nagyon sok sikeres ember indul útjára a mi szeretett kis megyénkből. Úgyhogy Ez valami olyasmi egyébként, amit minden esetben szeretek hangsúlyozni, amikor elmegyünk rendezvényekre, amikor beszélhetek valakivel erről. Az üzenet az valójában inkább az, hogy bármilyen messziről is jöjjön az ember, és bármihez is szeretne kezdeni, kitartó munkával, alázattal, empátiával, őszintességgel tud oda jutni, ahova szeretne. Kapu Tibor a tervek szerint 30 napot tölt majd az űrben, feladatai pedig igen széles skálán mozognak. A magyar kísérletek között orvosbiológiai, növénytermesztési és gyógyszerkísérlet is szerepel majd. Mint mondta, ezeknek már rendkívül erős alapjai vannak a magyar űrkutatásban. Vannak már olyan kísérleteink, amik megvoltak gyakorlatilag a program indulása előtt is. Ez mindaz annak köszönhető, hogy a magyar űripar az nem egy új keletű dolog, ez nagyon komoly gyökerekre vetíthető vissza. Igazából már Berci felbocsátásakor 44 éve is magyar eszközöket vitt fel a Szajút űrállomásra. Itt meg lehet említeni a Balaton műszertét, meg lehet említeni a Bille nevű dozimétert, ami egyébként hatalmas sikernek örvend azóta is az űriparban, a nemzetközi űriparban. Az elmúlt 44 évben nem igazán volt olyan időszak, amikor a Pille valamelyik verziója ne
teljesített volna szolgáltat az űrben, akármilyen űrállomásokon vagy űrsiklón. És egészen természetes, hogy ennek valamilyen utódját azt mi is fölvisszük majd az űrállomásra. Úgyhogy sugárzásméréssel fogunk foglalkozni, ez egyik témánk. De tényleg ez egy olyan tudományterület, ami Magyarországnak rengeteg öröksége van. Kapu Tibor felkészülési programja a nyár végéig Magyarországon tart, majd Houstonba utazik, ahol a NASA-nál már az űrprogram specifikus feladatai várják. A felbocsátás pontos időpontja egyelőre nem ismert, leghamarabb az idei év végén történhet meg, de a legvalószínűbb időtartam 2025 második negyedéve lehet. A Kapu Tiborral készült teljes beszélgetés weboldalunkon visszanézhető. Fényvédő használata, a napozás kerülése és a rendszeres önvizsgálat, ezek mind elengedhetetlenek a bőrrák megelőzéséhez. Magyarországon évente több mint 20 000 hámsejt eredetű bőrrákot és 2500 melanómát diagnosztizálnak. Az önvizsgálat mellett fontos a megelőzés, amit a napozás kerülésével és a fényvédők használatával érhetünk el. Itt a nyár, nem csak a strandon, de a dolgos hétköznapokon is kevesebb ruhát viselünk. Emiatt pedig bőrünk kiszolgáltatottá válik a nap káros ultraibolya sugárzásával szemben. Vannak, akik néhány perc leforgása alatt leégnek, míg mások később szembesülnek a kellemetlen tünetekkel. Szakemberek szerint azonban minden bőrtípus számára fontos a fényvédelem. Minél nagyobb az a faktorszám, a fényvédő faktorszám, annál biztonságosabb lesz a napozás. Az SPF jelzés, ami manapság már inkább 30-as, 50-es, az azt jelenti, hogy mennyivel nyújtja meg az adott bőrtípus esetén a megégésig biztonsággal a napon tölthető időt. Tehát ha van egy viszonylag világos bőrtípusú ember, aki néhány perc alatt megég, nála egy 50 faktoros fényvédő megfelelően használva 50-szeresére megnöveli a biztonságos időszakot, de ez is maximum mondjuk 2 óra, mert egyébként ő néhány perc alatt megégne. Nem csak a faktorok számáról kell döntenünk, vannak úgynevezett fizikai és kémiai fényvédők, amelyek eltérő módon óvják a bőrt. A fizikai fényvédőt gyakorlatilag úgy kell felfogni, minthogyha egy védőpajzsot kennénk a bőr felszínére, ez vissza fogja verni a sugarakat. Elsősorban kisbabák bőrén javasolt használni, mert hogy nem szívódik be hatóanyag a bőrbe, másrészt nagyon beteg vagy kezelt, például lézerkezelt bőrön biztonságosabb. Nyilván ennek ára is van, ennek a nagy biztonságnak, kicsit kényelmetlenebb a használatuk, jellemzően azt vehetjük észre, főleg a gyereket bekenve, hogy fehéres réteg marad a bekent területen, ez mondjuk egy nőt zavarhat a sminkelésben. Többek között emiatt is fejlesztettek ki nagyon sokféle kémiai úton védő fényvédőt. Itt a hatóanyag bejut a bőrbe, beszívódik, és ott fogja eliminálni gyakorlatilag a bőrt ért sugarakat. Biztonságosak ezek a fényvédők is, de egy picit más módon hatnak, és ebből a más módon hatásból adódik az is, hogy ezeket a típusú fényvédőket célszerű napozás előtt 20-30 perccel felkelni, mert a beszívódáshoz, a hatóanyagok aktivizálódásához szükséges ennyi idő. A szakemberek a teljes testes napozást már a dohányzás okozta egészségkárosításhoz hasonlítják, a legnagyobb veszélyben pedig a gyerekek vannak. Pici babákat 6 hónapos korig nem célszerű tűző napra vinni. Nyilván levegőzhetnek a teraszon, vagy bárhova elvihetjük őket, de fokozottabban óvni kell a tűző naptól. Mindenkire igaz, kisgyermekre is, de akár felnőttre is, hogy 11 és 3 között égető tűző napon, ha lehet, ne tartózkodjon. Kisgyermeknek inkább fizikai fényvédőt célszerű használni, felnőtt ember gyakorlatilag bármit, ha használ, az nagyszerű, és amellett, hogy bekenjük magunkat, nyilván a ruházattal, sapkával, kalappal, napszemüveggel is sokat tehetünk a védekezés érdekében. A tartós napfénykárosodás a szakemberek szerint nagy szerepet játszik a bőrrák kialakulásában. Magyarországon évente több mint 21 000 hámsejt eredetű bőrrákot és 2500 melanómát diagnosztizálnak, ez utóbbi pedig a legagresszívabb típus, gyorsan és könnyen képez áttétet más szervekben is. A megelőzés része a rendszeres önvizsgálat is, a korai stádiumban felismert bőrrák ugyanis általában hatékonyan kezelhető.
Adathalász SMS-eket küldenek csalók a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT nevében. A rövid szöveges üzenetben útdíjtartozásról értesítik a felhasználót, és azt kérik, hogy jelentkezzen be az SMS-ben érkezett linken. Hívda fel a figyelmet a szolgáltató. A tájékoztatás szerint az elmúlt napokban több jelzés is érkezett a lakosságtól a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatóhoz arról, hogy SMS-ben kaptak értesítést útdíjtartozásról. A külföldi telefonszámról érkezett rövid szöveges üzenetekben egy link is szerepel, amely a gyanútlan felhasználót egy a NUSZ ZRT oldalához nagyon hasonló, hamis weboldalra vezeti. Bár a társaság neve nem szerepel az üzenetben, a hamis oldalon a NUSZ ZRT által működtetett Hugo elektronikus útdíjfizetési rendszer arculati elemei, például a logója is feltűnnek. Ha ezen a felületen az áldozat megadja a kért adatokat, akkor azok azonnal a csalókhoz kerülnek, akik így hozzáférhetnek az áldozat bankszámlájához is. Hangsúlyozták, a társaság soha nem keresi ügyfeleit SMS-ben, és arra kéri azokat, akik ilyen gyanús szöveges üzenetet kapnak, hogy semmiképp ne kattintsanak az abban szereplő hivatkozásra, és ne adják meg adataikat. A Vari név a madagaszkáriak nyelvéről magyarra fordítva azt jelenti napimádó. A legnagyobb termetű lemúrfajt képviselő fekete-fehér varik száma Nyíregyházán második alkalommal gyarapodott, ráadásul az anya ismét egy ikerpárnak adott életet. A szülők korábban az Európai Faj Megőrzési Program keretében érkeztek a Sóstúzóba. Most még nem lehet tudni, milyen nemmel született ez a vari ikerpár, de az már biztos, hogy a Nyíregyházi Állatpark új, alig két hónapos lakói igazi szenzációnak számítanak. A legnagyobb makifajba tartozó fekete-fehér vari eredetileg Madagaszkár szigetén őshonos, de egyet száma az orvvadászat és az élőhely pusztítása miatt drasztikusan csökken. A vari az egyik legkülönlegesebb makiféle, a Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetett kategóriába sorolt. Tehát nagyon fontos az, hogy az állatkertek ne csak bemutassák, hanem tenyészék is a természetben végveszélyben lévő egyedeket, és itt ennek ékes példáját láthatjuk, hiszen a 17 éves anyaállat a lengyelországi Wroclaw állatkertből jött, míg a papa 21 éves, és ő az észak-valószországi Parco Natura Viva kertjéből érkezett 3 évvel ezelőtt, és ez már a második alom itt nálunk. Ismét a tavalyi évhez hasonlóan ikerpár látott napvilágot. Jocó, a papa állat teszi a dolgát és védi az újszülötteket, az anya pedig szépen szoptatja őket. A varik olyan lemúrfajba tartoznak, amelyek nem hordozzák a kicsinyeiket, hanem fészekben hozzák világra utódaikat, akik egyre bátrabban jönnek ki az odujukból. A szakember hangsúlyozta, ezeknek az egyedeknek a szülei már az európai klímához szoktak, így nem okoz számukra problémát az alkalmazkodás. Nagyon kevesen tudják azt, hogy ezek az állatok nem Madagaszkár szigetéről érkeztek hozzám, hanem másik állatkertből. Egy speciális program, az Európai Tenyészvédelmi Program keretében érkezett hozzánk a szülőpár, és ők tulajdonképpen európai klímához szokott állatok, de egyébként Madagaszkáron nem annyira probléma a meleg. Ő nagyon jól bírják a meleget, és a fehér-fekete bunda is azt mutatja, hogy kiváló rejtőszínnel rendelkeznek, mert ez a fehér-fekete szín, ez a lomb korona szinten teljesen beleolvad az ottani területekbe. Malagasi nyelven a vari napimádót jelent, amelyet a madagaszkáriaktól azért kaptak, mert reggelente ezek a lombkoronalakók pocaksüttetéssel kezdik a napot, és egyébként is az idejük nagy részét pihenéssel töltik. A hőségriadó miatt elmarad a hétvégi kamionstopp éjszakai része. A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalom korlátozása június 22-én szombaton 22 órától, június 23-án vasárnap 22 óráig lett volna érvényben, azonban a kamionstoppot a szombat éjfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt az éjszakai időszakban szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium. A felforrósodott vezető fülkében várakozás többek között hőstresszt okozhat, a továbbindulás után pedig jelentősen leronthatja a hivatásos sofőrök koncentrációs képességét is. A hétvégi forgalom korlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja, fűzte hozzá a minisztérium.
A kistermelők helyzetbehozása, a helyi termékek és értékek mentése, többek között erről szólt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai napja Máté Szalkán. A rendezvényen előadásokat hallhattak és különleges helyi ízeket kóstolhattak a résztvevők. Ezek mellett a vármegyei értékeket bemutató kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. Házilekvár, birsalmasajt, méz, aszalványok, csak néhány a térség kistermelői által készített különleges ételekből. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara civil szervezetekkel karöltve tartott szakmai napot Máté Szalkán. Céljuk, hogy a helyi kistermelőkre és a helyi értékek fontosságára hívják fel a figyelmet. A rendezvényen elhangzott, a helyi termékek nem csak egy térség identitásának megőrzésében, hanem a helyi termelők méltányos megélhetésében is fontos szerepet töltenek be. A rendezvényen bemutatkozott a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület is, amely több kistermelőt is segít termékeik értékesítésében. Minden településnek megvannak a saját maga értékei. Nagyon szeretnénk, hogyha ezt mindenki megtalálná, és ebbe szeretnénk valamilyen szinten egy kis mankót adni, egy segítséget adni, hiszen minden településnek van helyi terméke, és van helyi értéke, és ezt szeretnénk megmutatni. A rendezvényen a Vármegyei Önkormányzat és a Vármegyei Kormányhivatal 2022-től 2028-ig tartó 7,5 milliárd forint keretösszegű Paktum programját is bemutatták. A projektben a foglalkoztatás és gazdaságfejlesztés mellett szóltak a helyi termelőket segítő tervezett támogatásokról, melyekhez az ágazati szereplők javaslatait is várják. Elhangzott, a helyi értékek megőrzését az értéktármozgalom is szolgálja, ennek szellemében jött létre a Vármegyei Értéktár. Jó látni azt, hogy itt is vannak olyan értéktárral foglalkozó személyek, akik akár mondjuk egy településen működtetik ezt, vagy magában a közösségi életben részt vesznek. És azt hiszem, hogy ennek az egyik elsődleges szerepe, és talán az egyik legfontosabb szerepe, még hogyha maga a törvényalkotó talán erre nem is gondolt, hogy valóban az értéktár közösséget teremthet. Mert ahol megalakulnak az értéktár bizottságok, legyen az egy helyi értéktár, legyen az egy ágazati értéktár, vagy akár egy vármegyei értéktár is, ott akkor rögtön szerveződik egy közösség. Amely közösség, hogyha valóban aktív tud lenni, és hogyha megtalálják azokat az eszközöket, és megtalálják azokat az embereket, akikkel lehet és tudnak együtt dolgozni, akkor valóban kovásszá tudják érlelni azt a célt, azt az eszközt, ami a kezükben van, vagy ami előttük áll. Ijesztő adat a hazai kistermelői szektor drasztikus csökkenése. Többek között erről beszélt Kujáni Katalin, helyi élelmiszerrendszer szakértő és kutató. Hát nagyon friss statisztikáink vannak, ugye most volt egy nagy európai összeírás, és látjuk azt, hogy igencsak átalakul a mezőgazdaság, igencsak átalakulnak azok az eredeti értékeink, ami Magyarország erős volt. És hogyha megnézzük, hogy 2010 és 23 között, tehát 13 év alatt mennyi a termelők, a gazdaságok száma, akkor látjuk, hogy igencsak megcsappan. És múltkor megnéztem, hogy 1990-ben rendszerváltáskor 2 millió gazdaság volt Magyarországon, most van 280 ezer. Tehát elvesztjük azokat az értékeinket, amiket a mezőgazdaság még 30 évvel ezelőtt szépen megtartott és adott nekünk. Úgyhogy igencsak oda kell figyelnünk, hogy merre megyünk tovább. Az esemény kísérő programjaként helyi termék bemutatót és kóstolót is tartottak. Emellett a Vármegyei Értéktár kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. Elkészült a labdarúgó NB1 új idényének sorsolása, a frissen feljutott Nyíregyháza Spartakus, a szintén újonc Eto FC Győrt látja vendégül az új városi stadionban. Az első forduló további párosításai a következők: Zalaegerszeg MTK Budapest, Újpest Puskás Akadémia, DVTK Paks, Kecskemét Fehérvár és Debrecen Ferencváros. A 2024-25-ös idény július utolsó hétvégéjén veszi kezdetét. Világbajnok sportolókat köszöntöttek napkoron. Lekli Gréta, Agócs Fruzsina és Lekli Zétény 5 arany, 10 ezüst és 2 bronzérmet szerzett az olaszországi Perugiában megrendezett 20. nyílt kungfu világbajnokságon. A Spirit napkor versenyzőinek utazását a település önkormányzata és a Nemzeti Tehetségprogram is támogatta. Május 17-e és 19-e között rendezték meg Perugiában a 20. nyílt kungfu világbajnokságot. Az eseményen 15 ország 101 klubjának közel 1000 versenyzője mutatta be tudását. Közülük hárman napkorról érkeztek a válogatottba.
12 éve még a Spirit Egyesület a szakosztályaként indultunk el Napkoron. 2020-ban olyan erős lett az Egyesület, hogy önállóan polgármester úrral, az önkormányzattal karöltve megalapítottunk egy új sportegyesületet, aminek a célja az volt, hogy a napkori sportéletet újra szervezze, fellendítse. Nekünk ugye profilba vágó mediból kungfu, de szerveztünk már más sporteseményeket is, sportnapokat, biciklitúrákat, egyebeket, de így folyamatos rendszeres edzés mediból és kungfu harcművészet az, ami van nálunk. A gyerekekkel 5-6 éve foglalkozunk, akik most a világbajnokságon is eredményesen szerepeltek, és napi sok edzés, hétfőn, szerdán itt a művelődési házban, amit szintén az önkormányzat biztosít számunkra, úgyhogy nagy segítség számunkra az ő támogatásuk. Bár nagy elvárás nem volt a napkori versenyzőkkel szemben, Lekli Gréta, Agúj Fruzsina és Lekli Zétény 5 arany, 10 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Olaszországból. Az elsődleges cél a versenyrutin volt, ugye ez volt az első nemzetközi versenyük is. A magyar bajnokságokon már 3-4 éve indulgatnak, kungfuból is szép eredményeket elhozva, de ez az első, amikor hosszú táv, nemzetközi verseny, nagy verseny, ahol tényleg 950 fölötti versenyzői létszám volt, és az ő kategóriájukban nem egyszer 10 fölötti létszám, 10-15 gyerek közül kerültek ki. Úgyhogy ez a sok eredmény, ez mindenféleképpen várakozáson felüli, de azért bíztunk benne, hogy lesznek szép helyezések. A 3 napkori versenyző utazásához a Nemzeti Tehetségprogram mellett a napkori önkormányzat is hozzájárult. Nagyon büszke vagyok, hogy most itt állhatok, és köszönthettem őket, hiszen a polgármesteri tevékenységnek egyik legszebb pillanat az, amikor méltó elismeréseket adhatunk át, és az a 3 gyerek nagyon megérdemli, hiszen hosszú évek óta gyakorolnak, és de azt gondolom, hogy világbajnoknak lenni az egyik legjobb dolog a világon. Egy kis településnek ez nagyon nagy siker, hogy egyáltalán az, hogy kijutottak, illetve ott lehettek, de azt is megtapasztalhattuk, hogy napkoron nagyon sokan szeretik a sportot, és nagyon sokan járultak ehhez hozzá. A versenyzők felkészülését Szilágyi István mester, Szilágyi Máté mester, Badar Ágnes mester és Gazsik Gréta oktató irányította. A sport mellett kulturális program is belefért a 3 napba, Perugia óvárosi része mellett hazafelé Velence látványosságait is megcsodálta a magyar küldöttség. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 1980. május 26-án lőtték ki az űrbe Farkas Bertalant, Magyarország első és eddig egyetlen űrhajósát. 44 évvel később pedig bejelentették, hogy a nyíregyházi Kapu Tibor lehet a második. Ő lett a Hunor program győztese. Kapu Tibor 35 perc című műsorunkban részletesen beszélt a felkészítéséről, valamint űrkutató kísérleteiről. Mint mondta, az sem véletlen, hogy újra Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei emberre esett a választás. A dohányzáshoz hasonló egészségkárosító hatása van a napozásnak, állítják a szakemberek. A tartós napfény károsodás ugyanis nagy szerepet játszik a bőrrák kialakulásában. A legfontosabb a rendszeres önvizsgálat és a megelőzés, ami a napozás kerülése mellett a fényvédők használatával érhető el. Ismét fekete-fehér varik születtek a nyíregyházi állatparkban. A 17 éves anyaállat egy lengyel, míg a 21 éves hím egy olasz állatkertből az Európai Faj Megőrzési Program keretében érkezett Nyíregyházára. A tavalyi szaporulat után ez volt a második almuk, mondta el Révészné Petró Zsuzsa, a park zoológiai osztályvezetője. Június 21-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!
Szombaton északnyugatról egy hideg front éri el hazánkat, ez azonban térségünkben csak az esti órákban érvényesülhet, zivatarok formájában. Napközben mérsékelt légmozgás mellett felhőtlen lesz az égbolt, a hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Vasárnap a hideg fronti hatás néhány fokkal csökkenti a hőmérsékletet. Napsütéses, gomoly felhős nyári napra készülhetünk. A hőmérséklet maximumai a hét utolsó napján 29 és 32 fok között alakulnak.